Még egyszer mondom, nem miattam van. Na, akkor mondanám a mai sztorit. Fel kell az ember, ma szabad napon, szombat van, nem dolgozik. Elmegy bevásárlóközpontba, bevásárol a hétvégére. Mit csinál? Bemegy a konzolboltba az igazi gamer, és megnézi, hogy milyen kínálat van. Két játékocsikrit beszerezni, természetesen használtan boxra. Az egyik, amit most is láttok, a Project Cars 2, a másik meg a Prey volt, amivel majd abból is fogunk csapatni live-ot egyébként. Mert úgy volt, hogy kezdők szerencséje van, de az átpakolva holnap délutánra, és várjál, hogy van, hogy holnap délután először American Track, utána Euro Track este, úgyhogy holnap jó stream lesz egyébként, teljes délután. Betettem, letöröltem a játékot a boxról, mert nincsen rajta hely, mint mindig. Mondom, jó van, akkor feltelepítjük a kis cuccost. Aha, el akartam indítani, meg betolt, hogy még egy 18 gigás frissítés benne van, mondom, jaj, de jó, hogy rohagy meg. Úgyhogy itt vagyunk. Na, az első részt nekem, játszottam vele, nekem nem jött be, szerintem egy hulladék volt, de ezzel nagyon sokan voltak így. Nem jött be az irányítás se, volt benne 60 autózt hello, volt benne pár pályaszt cső, ennyi volt. Nekem annyira nem jött be az első rész, inkább az Assetto Corsa az jobban bejött. Mert ennek a játéknak, a Project Cars-nak két ellenfele van, vagy talán három. Ugye a szimulátoros, teljesen a szimulátoros játékban nagyon kevés létezik. PS4-en ott van a Gran Turismo Sport, boxon a Forza Motorsport, és ugye van a nagy rivális, az Assetto Corsa. Ez a három. Az igazi nagy rivális az Assetto Corsa. A Forza az ilyen casual-ösebb, árkádosabb, az a Gran Turismo-val van, szépen ott csatároznak, neki meg az Assetto Corsa az ellenfele. Na, szerintem csapjunk is bele, ennyi pofázás szerintem bőven elég volt, mert úgyse ez érdekel mindenkit. Na, hát New Driver vagyunk, hát akkor partincsuk neki. Your career begins here. And first name. Oké. Okay. Hát itt is beírt a kersznek, hát most mennyiből tart. Oké. Okay. Hungary Crate. Na. Every motorsport hero needs to start somewhere. Where will you begin? Jó, oké, okay, valahol kezdjük a Formula Rocky. Kárt van, Ginetta Junior Championship. Hát, kezdjünk a Formula Rocky-ba. Itt is tudunk kezdeni, menjél már. Ja, igen. Aha, és ezek le vannak már itt zárva. Na. Mi lehet itt kezdeni? Igen, ez a rallycrossoság. Clio Kupa, hagyjad már magad. Aha, ő az Indikárba vinne. Hát, szerintem kezdjünk itt. Figyelj, hát most nem tart semmiből. Prototype C. Nem tudom, szerintem kezdjünk itt. Ujj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 
Megyünk az LMP1-be, kell az az Audi. Most a fejem egyébként azért néz ki hülyén. It's time to decide which series you'll start your career in. The series structure varies according to which motorsport you chose. Some offer multiple starting points, others have a single one, while others will offer just a single. Jó van, tesó, nem érdekes. Oké. Okay. Igen, itt kezdünk. Ennyit lehet választani? Menjél már! Straight 4, hagyjad már magad. V8. Hallgott, TKN. Hát mi legyen, ami jól is néz ki. Legyen ez. Jó. Persze, elfogadjuk. Jó, nem érdekel engem a dashboard, oké. Okay. Szavasz. Hello? Kezdjük már! Részlet. Donington! Na, akkor mindjárt elhelyezem magam azt a szép kis fejemet itt valahogy. Szépen kényelmesen elhelyezkedek, hogy minden partika legyen, minden jó legyen, ott legyen a szeren.
Az nem kormánnyal játszok, hogy gyerünk egy kontrollerrel milyen, mert ugye, meg azt mondták, hogy kontrollerrel optimalizálták a játékot is. Ugye a motorsportot is lehet kontrollerrel élvezni, az inkább azt mondom, hogy az is az a kontroller kategória, kormánnyal nem rossz, de még az is nagyon a kontrollerbe tartozik bele. Mert kormánnyal a legszarabb játékot is ki lehet hozni. Jó, van, hagyjál már! Jó, aha. Akkor be tudjuk magunkat pattintani bal oldalra. Igen. Melyikkel váltok nézetet, baszod? Ha ezzel váltok... Na, így már azért jobb a helyzet. Hújújújúj, hogy megcsúszott, baszod. Mi a fátási hangok vannak itt, te? A grafika nem rossz, nem rossz a grafika. Ne gyere már nekem, te buzi! Ó, kicsit elkezdett megúszni a kis popója. Egy 10. Óvatosan kell a gázzal bánni, mert ugye hátsó kerék szó nélkül elindult. Szokjuk a pályát, a rázók rendesen elviszi. Nem rossz egyébként, nem rossz vezetni, csak... szokatlan. Most megpróbálom utána menni. Francba már.
12-ek vagyunk. Ezeket a féktalokat azért meg kell találni. Gyerünk. Na. Ez egy jobb kör lesz. Egy nulla kilenc. Rohadj meg az a buzi rázó követdel, te buzi! Nézzük ennyi rám, hisz a rázókör egyből kipattintja a popsiját, az szavasz. Vége van a száguldozás. Baszki, nem igaz, hogy megint megcsíptam a füvet. A francba.
picsába már. Egész kezdem megszokni ezt a pályát. Na már tudunk, 3 másodpercen maradunk le. Hogy hol van 3 másodperc, fogalmam nincs. Kicsit durvább, keményebb, mint én gondoltam. Ez nem olyan egyszerű, mint aminek tűnik. A motorsportnál biztos, hogy jobb, keményebb. Gyerünk. Egy nulla hat. Egy 067. Potenciális lenne egy 0, egy 05. Nem is rossz, nem is rossz.
kurva jó hangja van. Meg lesz az 1-0-5-6. No para, meg lesz az. De miért pörög ki ebben a puzi kanyar? A rohadás kapna el téged, te fos! És megint mehetek egy kört feleslegesen, hát beszarok. Szúszá, nyugi van, szúszá, nem gyújtjuk fel ezt a post. Ez is túl sok volt. Hát baszki! Francba, hogy nem érzem ezt a fosnak a határait, hát baszki! Hát, hogy jobban megy. Megint a füvön, a fű rohadjon meg! Na, kész, ennyi volt, jó. 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 Utolsó hely. Na, érleg ez mit pofázol? A kvalifikáció, igen. Fia, meg utolsó el lesz belőle. Beszarok, baszki, egy kivezető körön, baszki, kipörögök ezzel a fossal. Most meg hidegen húgyunk.
figyelni a fűre, meg a kigyorsításokra. Na gyerünk, csapjuk neki. Jó lesz ez, jó lesz ez. Vigyázzunk el a fűre. Nulla hetes idő, mi az anyád van? Rohadj meg a kibaszott rázókövettel, bazd meg! Hát ilyen nincs. Baszki, rámegyek a rázókör, azt egyből adok egy picike gázt, egy pici gázt, azt megcsúszik ez a szar. 2,6 másodperces lemaradás, hogy az anyámba hozzam be? Rohadj meg akkor, bazd meg! Hát ez... ez így nevetséges, bazd meg. Ezért a csibment jár, oké. Okay. Hú, elkezdtem megizzadni. Thank you.
Ah, egy másodpercen belülre mentetek. Jaj, de jó nektek, rohadjatok el. Rohadj meg! Hogy a jó kurva anyádba pöröksz úgy ott el, bazd meg? Hát mennyivel vegyem be azt a kanyart, hogy mit csináljak veled? Hova állítsalak, tekerjem be ezt a post? Jó, tracksekben trollom, minden be van kapcsolva. Na, így már egyből kezelhetőbb a bárány. Ez kormányra tervezik, nem a kontrollerre. Együtt!
Együtt. Még egy gyors körbe lefér, vagy kettő még. Picsába! Rohadj meg, te buzi rázó, a kurva anyádat, amelyik oda lerakod. Hát bazd meg, hát ez nem hisz, ez milyen rázókő, bazd meg, rámész, azt eldobja a kocsit. Hát nem az lenne a lényeg a rázókőnek, hogy megtartja a verdát. Mi a kurva anyádnak jöttél ki elém, hogy rohadjál ketté? Hát jó, hát ennek nincs értelme. Hát bazd meg. Hát ezt nem hiszem el. Itt vagyunk. 25-3, 17-3, középső megvan, 22-4, az első kanyarban nekünk fél másodpercet a kis buzi. A többi szektor az jó. Ott ad nekünk nagyon sok időt az első kanyarba, figyeld meg. Menj már innen, jó édes anyukádba, oda bazd meg, hogy nem bírsz előttem befékezni. Szívás! Negyedik hely, mi van?!
nem lógtok meg, basszok, nem lógtok meg. Ne, menjél vissza! Rohadjon meg az a... Húrázok! Húz az anyádba! Hia buzi. Ötödik hely, ez nem jó, nem jó, visszahozzuk, nem kell izgulni. Tizedet kapok tőlük, baszott, hát full gázon megyek. Te ettől jobban már hova nyomjam a kontrollert? Na, de nyád van. Hát itt nem az, hogy dobogó nem lesz, itt még negyedik hely sem lesz, mert nem bírom őket utalérni. Hát ez egy izgalmas, sorozat. Nem bírom úgy befordítani az elejét, kigyorsításnál az elején lomha, aztán megúszik, megcsúszik a feneke. Hát ez egy fos. És nem a játékot szidom most, hanem ezt a szériát, nem tudom minek nevezzem ezt. Nem bírom utolérni. Akár, hogy támadom rá az őkülöket, csapom neki, nem. Ez... Kaptam egy másodperces büntetést, hát rohadjatok meg! Hát baszki, hát nem is vágtam le rendesen. Hát ez egy vicc. Na, kigyorsítottam a rázóküvön, és még lemaradtam tőle, nem az, hogy közelebb kerülnék. Nem bírok hozzá közelebb kerülni, baszki. Hát ez így marha izgalmas.
1,2 másodperc vagyok hozzá, az csá. A játék az marha jó, nagyon tetszik, jó a grafika, de ez a sorozat, ez egy fus, ez egy hullerény. Ezt úgy nem nagyon erőltetném. Ezzel jutva az LMP1-be, oké. Okay. Nézzek, ugyanúgy 1,2 másodperc, sehogy nem tudok hozzá közelebb menni. Nem tudok hozzá közelem, de nézd meg. 1,3 másodperc. Most már távolodik. Hát ez nagy verseny volt. Racing is about results and this is where you can see how you did. All drivers are listed. Igen. 1-0-5-1. Ajajajajajaj. Aha, ő is 1-0-1-et ment. Ah, hogy rohagy meg. 1-0-97. Kontány, oké. Okay. Jó, hát marhára nem érdekel ki vagy el. Oké. Okay. Hú, baszki. Maga a játék kurva jól néz ki szerintem. Az irányítás törőször fekvő ezek a rázókövek nagyon fos. Semennyit nem tud segíteni. Tényleg semennyit. Hova megyünk? Mindenhonnan befogtad a drivers. Hát rohagy már meg! Na jó, most ott message, baszki, message jött, mi van veled, engineering, rohadtul nem érdekel, rohadjatok meg. Na jó, tartunk egy szünetet, azt aztán csapjuk neki tovább.
Na, akkor start. Practice, nem kell nekünk. Az se kell, csak rész kell nekünk, racse. Brent, adjad már magad! Vérünkben van a vezetés, baszod! Vérünkben van! Tegyél az utolsó hely, rossz, kész! Feljövünk. Ez talajvíz. LMP1-et akarok. Audit. Quattro-t. TD-t. E-tront. Adjad neki. Nem ezt a fost. De ugye elég ötletesen van megcsinálva. Jó, hát ezt a fosszíret ezt leszámítva. 12. Adj, de az utolsó helyre fogok berakni. Azért kapart egy kicsit a Verda. Ügyes, hogy baszott, fordulj át előttem. Egy irányváltoztatás engedélyezve van. Bocs. Ez most ilyen volt, belső ívben támadunk. Ja, ezen hosszan megyünk? Ajjajajajajaj, hát az... Kurva jó, mert lesz jó kis hosszú egyenes. Csak jó. Baszki, nem hiszem el! Áj, takarodj már vissza! Ezt nem hiszem el. Gyere nekem, te köcsög! Hát ez így marha izgalmas egyébként. Ez a kokád, baszol. És akkor mi van? Körözgettünk egymás mögött azt hellózt, ennyi? Akkor is be fogom rakni az órát. Pályáról kitolom azt a kis fosodat. Most mit érek vele, hogy enyém a legjobb szektor, baszott? Nem bírom őket még így se utolérni.
Azt hogy előzöl? Mi az? Hát én biztos nem fogom visszaengedni, hát rohadjál meg, hát bejött mellém. Ekkora buzit. Én biztos nem fogom visszaengedni, pályán kívül elősz, hát mekkora csaló. Persze, drive-thru-ben öltök, meg rohagy meg. Baszki, beszarok. Ekkora csaló játékot. Hát baszki, bejön mellettem így a sikánnál, a kanyarnál így bejön mellém. Pályán kívül, azt még engem büntet meg baszki, hogy adjam vissza neki a pozíciót. Hát nem rohad el? Hát ez micsoda? Hát ez nagyon rossz aljas húzás volt. Belakadok, baszki, belakadok, hát menj már arrébb azzal a kis szaroddal! Hát így jártál, baszhat, hát most... Most erre mit mondjak? Amúgy ezt a Brad Hatchet az izéből ismerem nagyon motorsportatból. Ugye akkor még csak PC-m volt, és a Motorsport a Topex megjelent, ez volt az első pálya rajta, és a Golferrel csapattam. Utána megvettem a boxot, és akkor a Motorsport 5, meg Motorsport 6-ra küldtem. Na itt jött be mellém. De így rendesen a pályát átvágt a csávó, és bejött mellém. Ugye a mesterséges intelligencia. Sok sikert, hogy bejössz mellém. Sok sikert. Mérik már őket utól. Megpróbálok mindenhogy közéjük férkőzni, de nem, egyszerűen nem volt. Megint nem maradtam. Kezdjem el esni az eső. Na végre elkezdett esni az eső. Nyolcadikak vagyunk.
Oké, okay, köszi. Mi az anyádat csinálsz, te buzi? Elkezdett csúszni elég durván. Szívás. Ez mi volt az elég? Hát ez a vízfüggöny, ez nem a legszebb. Baszki, nem hiszem el, nem ár! Rohadj meg a kurva élet! Gyerünk, 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 gyerünk! Nem, nem, fordulj már be! Menjél már! Baszki, ezt a fost! Hát... Thank you.
gumitaktikával nem bírom őket lenyomni, hát akkor hogy a picsába nyerjem meg ezt a futamot? Meg miért nem enged menni? Mondd már el nekem, menjél már! De jó, utolsó olyan fogunk betűtni. Mint egyszerűen megáll. Gyere nekem, te szemét! Azt az utolsó is meg fog előzni. Akkor meg rohadj meg. Ennyi a véleményem. Jó, szavasz. Jó, igen, ott rohadj meg. Ott szarom a pódiumodat, meg mindenedet. Igen. Ettől rosszabb úgy se lehet. Baszki, ilyen nincs. Simán megnyertem volna baszki esőbe. Erre meg az a buzi még direkt befékezi az autót. Tehát miért fogja meg ennyire az esőbe? Simán be lehetett venni vele a kanyarokat. Fú, baszki, már mindegy baj kaptam a játéktól. Egy óra alatt kétszer is. Azért ez nem semmi. És utóbb esőző sátékkal játszok, ami az erősségem, meg szimulátor, meg minden. Itt nem. Hát ez... De amikor borzultam meg az esőgumikon, nem tudom őket lenni. Nem érdekli az. Így jártál, nem fordulzva, így jártál. Azokat kiszedték egymást. Csináltak, mondjátok már el nekem.
Letolok, baszod, levadászlak. Nézd meg, nem tudom utolérni, mit csináljuk? Toljam a műszerfalat, vagy imádkozzak, hogy mi van? Persze, te meg úgy gyorsítottok ki baszot, hogy azt a kurva. Na vannak problémák ennek a játéknak a nehézségeivel. Elég durván. De hogy tudok kisodródni egy kanyarba, baszki? Na. De ügyesed, annyira bírtok kigyorsítani, hogy csapatjátok neki. Bukta. Hello. Már végre egy pódiumom, na, ne vegyétek már el. Keresztbe fordul.
ebben a jobbos kanyarban nagyon sokat hoznak rajta. Én nem tudom bevenni egy, ők be tudják venni, jó, hát kormányon be lehet, de kontrollerem nem nagyon. Két kötbéjétek meg, és utána elhúzhatok az anyátokba is. Mit érek vele? Ugyanúgy a popsimban vannak. Csak egy kört kell kivírni. Egy kört, és akkor meg lesz az a hülye pódium. Léci, léci. Húzzá! Igen, itt van! Mi van? Championship, hogy ez melyik, ez fogalmam nincs. Na jó, akkor szerintem most tudunk egy szünetet. És aztán folytatjuk.
Na már itt is vagyunk, csapjuk neki. Na. Töltikézik a játék, töltikézik meg egy kicsit. Szilveszter, az a kicsi része. Ennyi! Jó van, baszott, jó van. Csapom már neki. Kapják mindjárt kúpot.